A mozdonyok minden gyerek képzeletét megragadják. Hatalmas, hangos és erős gépek, amelyekkel szélsebesen utazhatunk. De Magyarországon leginkább talán az MK-45-ös kicsiny vasparipák kápráztatják el a gyerekeket már generációk óta. A világon egyedülálló módon ezek a keskeny nyomközű vonalon haladó kis mozdonyok egy olyan 11 kilométeres hegyes-völgyes pályán átszállítják az utazókat, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot is gyermekek látják el. 2015-ben hivatalosan is bekerült a Guinness rekordok közé, mint a világ gyermekek által működtetett leghosszabb vasútvonala. Ez a legendás Széchenyi-hegyi gyermekvasút, az MK-45-ös Bendegúz otthona. Annak idején ilyen szocialista eszmények alapján próbálták ezt működtetni, de hát nem ez volt a lényege, hanem hogy megszeretessék a vasutat, meg megtanulják a gyerekek azt, hogy mi a kötelesség, meg a biztonság, meg a munka. Annó az úttörő vasútra bekerülni felért egy sikeres egyetemi felvételi dicsőségével. A 3 évet itt tölt az ember. Minden a szívéhez nő. Nem csak a gőzmozdony, a dízelmozdony, az utolsó kocsi és minden. 1947-ben még több nyomvonal terve versengett egymással. A Gödöllői Királyi Kastély parkja, a Margit-szigeten vagy a Népligetben húzódó, illetve a budai hegyekben csodaszép kilátás mellett kanyargó pálya. Rögtön megkezdték a munkálatokat és az első gyerek vasutasok felkészítését. A rohammunkában épülő vasútvonalat önkéntesek és egyetemisták készítették el. Az építkezésen 800 ember összesen 1 millió munkaórát dolgozott. Majd 1948. július 31-én átadták az első szakaszt, amit sorban követett a többi, és végül 1950. augusztus 20-án felavatták a Széchenyi-hegy és Hűvösvölgy közötti teljes pályát. A szakemberek már akkor is tudták, hogy ez a speciális terep speciális kihívásokat tartogat. Az alsó és a felső végállomás között összesen 238 méter szintkülönbséget kell leküzdeni 11,2 km alatt. Négyszer felmászik a hegyre, négyszer leereszkedik a hegyről. 40 percig nagyon kemény igénybevételnek van kitéve a dízelmotor, viszont 40 percig gyakorlatilag egyáltalán nincsen igénybevétel, csak gurul lefele. Ez valamennyi belső égésű motorral rendelkező járműnek a létező legrosszabb terep. Az erősítés 1973-ban érkezett. Romániából, az augusztus 23-a gyárból, ami Bukarestben működik, megrendelte a MÁV ezt a mozdonyt. Egy 760 mm nyomközű mozdonyról van szó, ami ilyen keskeny pályán közlekedik, és a túl nagy sebességre nincs szüksége. A montatásnál az a lényeg, hogy ezt a hegyi pályát bírja, ezért van beépítve 400 lóerő. Sebesség az 40 km lehetne maximálisan, de itt a hegyi pálya miatt legtöbb helyen csak 20 km-re szabad közlekedni. Ő már motorizált, egy Caterpillar 6 hengeres dízelmotor van benne, és teszi a dolgát. Akkor indítsunk egyet. A jelenlegi szolgálatot teljesítő 6 MK-45-ös közül az egyik mozdony, ha lehet, talán még különlegesebb, mint a többi. Hiszen egy olyan film főszereplőjéről kapta a nevét, akit már nemzedékek szerettek meg Magyarországon. Hát Bendegúz ugye a film főszereplőjeként egy rakoncátlan fiatal főszereplő volt a maga kis bájával, és azt hiszem, hogy erre a mozdonyra is igaz. Igazi lelke van. Egy nagyon szerethető mozdonyról beszélünk, és ezáltal egyébként, hogy ezt a nevet kapta, a gyermekeknek az egyik kedvenc mozdonyává vált. Bendegúz már a könyvespolcokat is meghódította. A Kispöfögők mesekönyv sorozat részeként a gyerekek szórakoztató formában ismerhetik meg a Széchenyi-hegyi gyermekvasút különlegességeit és történelmét. Szinte minden nap találkozom olyan családokkal, olyan gyerekekkel, akik a Bendegúz tábla mellett fotózkodnak. Az, hogy Bendegúz és a többi MK-45-ös meddig szolgál még bennünket a Széchenyi-hegyen, a nagyobbaknak nosztalgiát, a kisebbeknek pedig ámulatba ejtő kalandokat kínálva, talán azon múlik leginkább, hogy a mostani vezetőktől mennyire lelkesen veszi át a stafétát a gyermekvasutasok következő generációja.
Szerintem ez egy külön élmény, ez egy hangulat. Amikor így dübörögnek a mozdonyok, és így mennek, és tolják a kocsikat, és húzzák, és itt van az egésznek egy hangja, gőzmozdonynak illata van. Ez az egész egy ilyen varázslatos hely, úgymond, tehát hogy megvan a vasút szépsége, a vasút varázsa, és ez így magával ragad.